az idei szezon nem úgy alakult Bakosi Péter számára, ahogyan azt szerette volna. Az elmúlt ősszel már Németországban készült a 226 cm-es egyéni csúccsal rendelkező magasugró, akit 2018-ban sérülések hátráltattak. Igaz, a 25 éves atléta így is megszerezte 7. fedett pályás és 6. szabadtéri bajnoki címét, viszont csak 220 cm-ig jutott. Péter hétfőtől ismét Stuttgartba teszi át a székhelyét. Ez az apa-fia versenyző-edző kapcsolat, ez nem igazán, úgymond egészséges hosszú távon. Mi eljutottunk odáig Petivel, hogy azt hiszem, hogy a maximumot kihoztuk ebből a dologból. Most van ott a helyzet, hogy változtatni kell, és már tavaly a Tamással dolgozott, és az nagyon eredményesnek tűnt. Tamás elvállalta most is, hogy a felkészítését. Én természetesen, ha itthon lét alatt besegítek, amiben csak lehet, de a felkészülés irányítását az Tamás végzi. Azt gondolom, hogy az eredményei, amit a tanítvány az idei Európa-bajnokságon ugye elértek egy ezüst meg egy bronzérmet, szerztek a tanítványai, azt gondolom, hogy jól kezekbe fog kerülni, és a sérülés nem fogja zavarni, azt gondolom, hogy jó idényt fog zárni, vagy jó idényt fog igen zárni. Hát természetesen a cél, egyenlőre a tél, a fedett pályás Európa-bajnokság, ugye már két EB-n részt vett. Én remélem, hogy ha felkészülése jól sikerül, akkor az idei fedett pályás Európa-bajnokságon eredményesen fog szerepelni. Az elmondása szerint nagyon motivált magasugró bízik abban, hogy a németországi edzőpartnerek segítségével lerakja a következő év sikereinek alapjait. Igazából, ami különbség van itthon és a kinti felkészülésem között, az az edzőtársak. Kint nagyon sok olyan edzőtársam van, aki ő velem egyszintű vagy jobb is, egyszerűen olyan versenyhangulatot tudunk minden edzésen kialakítani, ami itthon nekem hiányzik. Felkészülésben ugye ott is igazából minden egy helyen van, mint itthon, csak az edzőtársak a különbség. Péter számára 2019 két fő verseny, a glasgowi fedettpályás Európa-bajnokság, valamint a katari világbajnokság, amelyet ezúttal nem nyáron, hanem októberben rendeznek meg Dohában.